Na szevasztok, vadak! Rég csináltam videót. Megint lett egy kis oka, hogy valamiről beszéljek. Hát, mit szereztem? Ezt szereztem. Ez egy láncélező. Hát nem tudom, ez kérlek szépen, ez egy Max Pro Grinder. Elvileg profi kategóriába sorolható, nem tudom. Inkább mondjuk azt, hogy a profi kategória alja, mert biztos, hogy vannak ennél jobbak. Van egy nagy különlegessége ennek a gépnek, amelyik elvileg semmelyik másiknál nincs meg. Mindegy, majd arra rátérek. Egész jónak tűnik ez a gép különben, de mindegy. Beszéljünk akkor miről. Hát... akkor kezdjük először a géppel. Ez egy olasz gyártmányú gép. Használt. Nagyon kedvező ára jutottam hozzá. Ez egy igen használt gép elvileg, mert ez egy, ahonnan szoktam én venni a gépeimet, ott foglalkoznak láncélezéssel is, ez ott szolgált elég hosszú ideig. Valószínű, hogy több kilométernyi láncot megéleztek már vele, viszont így elég kedvező áron hozzá tudtam jutni. Hát vannak rajta azért ugye a használatból eredő koppásnyomok. Ugye mindjárt bemutatom, hogy mi a lényeg. Szóval ez maga a gép. Nem tudom, hogy mennyire látszik, mozgatom a kamerát. Ez az asztal. Ugye itt vannak a fokok. Itt lehet beállítani. Ez egy elég érdekes rugós. Ja, ugye automata. Szóval így mozog a lánc. Nem kell kézzel meghúzni, hanem amikor lehúzod a korongot, amikor élezel, akkor automatikusan megszorítja a láncot. Azt a láncszorítást azt ugye itt lehet állítani, hát innen már lekopott, hogy melyik lánchoz, melyik milyen vastagságú lánchoz hova kell állítani. Hát ezt már csak egy érzésre tudom beállítani, hogy tulajdonképpen ugye ilyen mozog a kamera, de mindegy, de látjátok, hogy itt kell beállítani, és amikor lehúzod, akkor megszorítja a láncot, nem engedi el. Van egy ilyen rugos határolója, amit ugye át lehet billenteni a túloldalra, ugye a másik oldalról fogja a láncszemet, de ezt majd a későbbiekben, mert ennek a gépnek ez az érdekessége. Mert ugye ja, gyárilag három tárcsával érkezik. Vagy élező koronggal érkezik. Azt hiszem adnak hozzá egy... mindjárt megnézem. Ha új lenne, akkor adnának hozzá, de mert ez egy használt, ezért ilyen kukázott korongok igényében újak. De elvileg, gyárilag... jár hozzá egy hármas korong. Ez a 3.25-re és az 1.4-re van, és jár hozzá egy 4-es feles korog. Azzal elvileg a 3.8-osat meg a 404-eset lehet élezni. És plusz még adnak hozzá egy 6 mm széles korongot, azt ugye a mélységhatárolóhoz. De hát nem tudom, hogy... de aki ezzel foglalkozik, biztos géppel szokta a mélységhatárolót is, de hát ugye azt simán sablonnal meg reszelővel. Ezt adják hozzá, van ennek egy drágább verziója, az annyiban különbözik, hogy maga a gép meg minden ugyanaz, csak jár hozzá két karbid korong. Ugye a karbid az a szinte a legkeményebb anyag a Földön, azt mondják. Gondolom az az olyan láncokhoz, olyan láncok élezéséhez van, amit reszelővel nem lehet nagyon élezni. Ezt csak én gondolom, de majd ti megerősítetek, hogy igazából milyen való hozzá. Most egy 4-7-es korong van rajta, mert ugye a 3.8-os lánchoz, mert a 3.25-ösökre, ha azt fogom élezni, akkor majd átszerelem a vékony korongot. Na, szóval itt lehet beállítani a fokokat, alulról kitekered, és ugye egész jól lehet állítani 35 fokig, ugye hát nullától. Ugye ami ennek még
nem sok gépen van rajta, gondolom csak a profi gépeken, de aztán nem lehet, hogy mindegyiken rajta van. Ugye itt a fokokat lehet állítani, mert ugye a láncoknál ugye nem mindegyiket 90 fokba kell élezni, valamelyiknél 10 vagy akár 15 fok dőlésszöget is kell adni. Erre találtam egy nagyon jó oregonos leírást. Itt van például a 1/4-es mikronál, ugye meg van határozva ugye a mélységhatároló, a vágószög, élezőszög és a reszelő tartószög. Ugye itt már 10 fok van. Na most ezt jó pár gépnél nem lehet állítani, ennél lehet állítani ezeket a fokokat is. És ugye itt minden láncnál meg van adva, itt a 325-ös, itt is 10 fok, 30, 60. Menjünk tovább, hát ha találunk valami mást. Super 325-ös, mondjuk ez egy régi. Tessék, itt van egy 3/8-os, 30, látjátok itt már 90 fok, de ugyanúgy marad a 60. Aztán menjünk még tovább. Itt is 10, 30, 60. Multikátnál 60, 10, és itt már csak 25. Azt mondja, 25, 10, 60, megint. Itt 90, 60, 35 fok. Azt mondja, hogy 10, 25, 60. Jó, most mindegyiket átlapozom. Hát, ha találunk valami bődületes eltérés, de nem hiszem. Aha. Hoppá, tessék, itt van egy loft profil, kis profilú 3/8-os, 5 fok élezőszög. De hát aki ért hozzá, nekem ezek újdonságok, mert ugye én ehhez nem értek. Tessék, itt van egy 50 fokos vágószög. Na, szóval ezeket mind be lehet állítani, nem csak 90 fokba lehet állítani, hanem akár át lehet variálni. Na most, ami ennek a gépnek a nagy különlegessége, az az, azt be is tudom mutatni, elvileg, ugye a normál élező gépeknél, mondjuk vegyünk egy sima 30 fok, meg 90-et, meghúzzuk. Na, szóval, nem tudom, hogy ezt fogjátok-e normálisan látni, de majd mindjárt lejjebb eresztem az állványt. Úgy látom, hogy még lejjebb kell. Szóval az a lényeg az egésznek, hogy mondjuk be van állítva a gép, ezekre a fogakra ráhúzod, és látod, hogy tulajdonképpen a fogtól arra fele, befele élezünk. Na most a normál gépeknél, amikor átállsz a másik oldali láncszemekre, ugye ugyanúgy beállítod a 30 fokot, amennyit szeretnél, átmenjünk a másikra, és ha itt jól látjátok, akkor innentől az élezés már ugyanúgy befele folyik, de a láncszemnek a másik iránya felé. Állítólag azt mondják, hogy ez nem olyan jó. Na most ugrik a majom a vízbe, mert ezen a gépen az egész testet át lehet állítani a másik irányba. Így. És viszont innentől fogva, ha megfordítjuk a láncot, akkor a másik oldali láncszemeket is, hoppá, a másik oldali láncszemeket is ugyanabba az irányba tudjuk élezni. Nem tudom, hogy mennyire látszik a gépen, de pont nem, mert most ugye a túloldalról van. Remélem nem beszélek baromságokat. És ugyanabba az irányba tudom élezni a láncszemeket. Szóval mindig a foggal belső irányába. Remélem jól mondom.
mert ugye normál esetben ezt nem tudnám áttenni, akkor ugye ezt a fogat erre élezem, ezt a fogat meg szintén ugyanabba az irányba élezem. És állítólag ezeknek ez egy különlegessége, hogy ugye mindig ugyanabba az irányba tudod élezni a jobbos meg a balos fogakat. Hát remélem érthető volt, mert már én se értem, de elvileg ennek ez a különlegessége. Na, hát mindjárt csinálunk egy próbát. Visszaállítunk mindent az eredeti felállásba. Ugye beállítjuk 60 fokra. Ezt beállítjuk 30-ra. Itt ugye a 90-re. Lehúzzuk, átrakjuk. Ja, bocsánat. És mindjárt nézzünk, hogy milyen maga a gép. Beállítjuk a... Jó, hát ez körülbelül jó, mindjárt beállítjuk a mélységet is. Ja, megfogta. Beállítjuk a mélységet, hogy milyen legyen. Kicsit még tekerünk rajta, lefixáljuk. Hát így körülbelül jó is lesz. Na, hát szóval igen, ez egy használt gép, amint látjátok. Igaz, hogy olcsó volt, de azért itt lehet látni, hogy azért már támasztója is oda van. Itt van egy ilyen csavarhek. Ugye rugónám volt rajta, azt én gyártottam rá egy rugót. Ugye innen a feliratok azok még valamennyi látszik, de ugye teljesen lekopott. És azért hát azért lehet látni, hogy ugye én itt már lepucoltam róla, de azért lehet látni az elszíneződéseken, hogy azért volt oda. Volt rajta dzsúva. Ilyen. Itt a hátsó állító, ugye ez a mechanika, ami itt van rajta, ez a rugós mechanika, ez zárja, megszorítja meg a láncot. Hát ennyi. Ha minden igaz, eladó lesz a gép, ha valakit érdekel. Én nem akarok rajta keresni, megmondom őszintén, vannak, szóval ilyen hibák vannak rajta. Én ezt így, hogy van, 20 000 forintért vettem, ha esetleg valakit érdekel, az majd megkeres, ennyiért továbbadom, hogyha nekem, mert egy ugyanilyet rendeltem én újba, mert nagyon megtetszett, szóval valakit érdekel, egy 20-asért elviheti így, hogy van. Nem tudom, hogy milyen az indításból. Hát át kell nézni, gyerekek. A villanymotorjához nem értek. Gondolom azért egy szénkefecsere vagy valami, de aki otthon meg tudja magának csinálni, az szétkapja, mint Floki a lábtörlőt. Kicserélj benne a szénkefét. Ha már szét van szedve, akkor lehet, hogy egy csapágyat is, nem tudom. De úgy ilyen szépséghibák vannak rajta, de ha valaki nem nagyiparban élez, annak otthonra meg szerintem ez örökké valóság, meg egy nap. Na, ha nézzük. Elvileg be van lőve. Most ez a lánc, ez... Nem tudom, hogy hogy fog látszódni. Remélem faszán. Ami rajta. Igen.
szemét szerintem. Ez jó pocsék lánc volt. Kicsit kijöttek el, majd könnyebben rássam. Ezt egy kicsit megégettem. Na, hát ennyi. Így működik. Mindjárt megnézzük, hogy milyen. Ugye lehet, hogy még lehetett volna állítani. Nem tudom, mennyire látszik. Ráfókuszál a kamera. Hát ilyen. Lehet, hogy lehetne még állítani, de hát most ez egy próba volt. Életemben most éleztem először ilyennel, de hogy nézem, a nem elég sarkos. Szóval lehetett volna még leszedni, mondjuk ez egy pocséklánc volt, mert ezzel kavicsot, homokot, mindent fogtam talán. Sőt, itt lehet is látni, hogy ott az elejét azt elfelejtette. Ugye ráfókuszál, látjátok? Vagy ugye szarul volt megélezve már eleve reszelővel. Jó pofa, tudom, kézi reszelővel gyorsabban, meg haladósabb, meg minden, de hát mindegy, ez van, ilyen is kell. Ott van ez is, ezt lehet, hogy egész jól megélesztem, sőt, azt lehet, hogy nem is élesztem, mert ez egy másik oldali csodás. Ja, itt van, aha, lehet, hogy még lehetne, ott lehet látni, hogy még az elejét azt nem csinálta meg rendesen. Igen, ebből többet kell állítani. Jó, hát gyerekek, ennyi. Ez egy ilyen rövid videó. Ha valakit érdekel a masinéria, az szóljon azt. Annyi van, hogy postázni, nem postázom, el kell jönni érte, gyerekek, tényleg, hogy akinek így kell ilyen állapotába, az jöjjön el érte. Sziasztok, vadak!